Nyolc sakkozó részvételével rendezték meg Mándokon a női egyéni bajnokságot, amelyen a vasárnapi zárónapon dőlt el az érmek sorsa. A korábbi négyszeres győztes Gara Anitának egy fél pont elég volt ahhoz, hogy megszerezze újabb bajnoki címét. A második helyen testvére Gara Tícia végzett, míg a bronzérem a 15 esztendős Marjanovics Anna Mária nyakába került. Az immár ötszörös bajnok nemzetközi nagymester veretlenül 4 győzelemmel és 3 döntetlennel végzett az élen. Talán a legnehezebb a Götző Melinda elleni partin volt, ott eléggé csihipuhi volt, tehát eléggé bonyolult állás volt, de aztán ott is sikerült megfordítanom a partit. A legszebb, nem játszottam most annyira szép partikat, tehát nem sikerült ilyen szép kombinációval befejezni, hanem inkább szépen lassan, higgadtan játszottam, és megvártam, míg az ellenfeleim hibáznak, és akkor lecsaptam. A szövetség főtitkára leginkább annak örült, hogy viszonylag kevés mérkőzés végződött döntetlennel. Nagyon sokan kísérték figyelemmel a ez évi női bajnokságot. Külön öröm, hogy rengeteg parti eldőlt, nem voltak gyors döntetlenek, és amelyik még esetleg döntetlen zárult játszmák is nagyon hosszú ideig, több óráig tartottak. A legjobb női sakkozók közül 5-en május végén Romániában az egyéni Európa-bajnokságon ülnek asztalhoz. A szövetségi kapitány a kontinens viadalt követően hirdeti majd ki a szeptemberi sakkolimpiára utazó válogatott keret névsorát. Visszatérve a magyar bajnoksághoz, az esemény záró rendezvényén bejelentették, hogy 2017-ben is Mándokon mérik majd összetudásukat a legjobb hazai női sakkozók.